Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Szepessy Tibor, a Déréni Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár megbízott igazgatója. Igazgató úr, szeretettel köszöntöm stúdiónkban. Köszöntöm én is a kedves nézőket. Örülünk, hogy elfogadta meghívásunkat. Augusztusban nagy munka van most a Déréni Kulturális Központ házatáján, szervezik az augusztus 20-ai ünnepségeket. Hogyha jól tudom, akkor az idén több napos lesz a program. Így van, nagy üzem van a Kulturális Központ minden részén. Ugye nem ért véget azzal, hogy a Birkafőző Fesztivál sikeresen megrendezésre került, mondhatom azt, hanem igen, valóban készülünk a következő programra, amely egy több napos rendezvény, akár mondhatom azt is, hogy fesztiválként kerül megrendezésre. A 22. nagykunsági kulturális napok 4 nap programja lesz. Mi indokolta ezt a döntést, vagy ezt a változást? Ugye régebben több napos volt, vagy egy napos volt ez a rendezvény? Több szempontot is figyelembe vettünk. A legfontosabb az volt, hogy a mostani dátum ugye úgy esik, hogy szombat, vasárnap, hétfő és kedd a nemzeti ünnep augusztus 20-a. A másik az, hogy szerencsére olyan pályázati pénzekhez jutott intézményünk, amely lehetővé tette azt, hogy mind a 4 napot olyan programmal tudjuk megtölteni, amely érdeklődésre adhat okot. És hát büszkén mondhatom azt, hogy valóban mind a 4 napon olyan programok kerülnek megrendezésre, ami miatt érdemes lesz majd ellátogatni a fesztiválra. Elkészült a meghívó, szép hosszú a programok listája. Hogyan állították össze, vagy hogyan állt össze egy-egy napnak a programja, milyen szempontok alapján? Az egész évre jellemző az, és talán már a Birkafőző Fesztiválon is föltüntetett az a program elképzelés, amely azt célozza, hogy minden rétegét a város lakosságának szeretnénk megszólítani. És azon túl, hogy minden réteget szeretnénk megszólítani, és legalább egy olyan programot nyújtani felé, amiben megtalálja számítását, az is szempont volt, hogy úgy próbáljuk összeállítani a 4 nap programját, hogy minden nap külön-külön szóljon valamiről. És hát nyilván az is szempont volt, hogy ha már kulturális napokról beszélünk, hogy a kultúrának minden egyes részét, spektrumát be tudjuk mutatni, úgyhogy örömmel mondom, hogy a kiállításokon keresztül a különböző koncertekig, a néphagyományokon át, a sportig gyakorlatilag a kultúra minden része bemutatásra kerül a 4 nap folyamán. Egy picit nézzünk bele a programokba, ugye az előbb már említettem én is, meg ön is mondta, hogy nagyon hosszú a lista, melyek azok a programok vagy rendezvények, amelyeket kiemelne. Én azt gondolom, kezdjük az elején, hiszen rögtön augusztus 17-én egy olyan kiállítás kerül megnyitásra a Déréni Kulturális Központban, amely nagyon régóta dédelgetett terve a városnak, és most úgy néz ki, hogy a pályázati pénzből lehetőségünk ezt megszervezni, lehetőségünk lett. Itthon vagyok Hon, itt vagyok Hon címmel a Karcag és Karcagról elszármazott alkotók tárlata kerül megrendezésre és megnyitásra augusztus 17-én a megnyitóval egybekötve. Örömmel mondhatom, hogy olyan kiállítók, festőművészek, szobrászművészek, textilművészek, keramikusok hozták el alkotásukat, alkotónként 2-3 kiállítás kerül egyébként, mert ugye a terem befogadó képessége meghatározta az alkotók számát, hogy én azt gondolom, hogy egy gyönyörű és talán még nem is látott alkotások így egybe kerül kiállításra. Mindenképp el kell mondani azt, hogy sajnos nem is fér be mindenki a terem befogadó képessége miatt, úgyhogy már ott tartunk, hogy a jövő évi kulturális napokra már próbáljuk összegyűjteni a most meghívásra nem került művészek alkotásait, hiszen folytatnunk kell. Szerencsére bővelkedünk olyan alkotókban, akik megérdemlik azt, hogy kiállításuk legyen Karcagon. Gondolom, örömmel fogadták a felkéréseket a kiállítók. Igen, nagy örömmel fogadták, úgyhogy külön katalógus készül majd az alkotásokból. Én azt gondolom, hogy mindenki megvásárolhatja, és akár elteheti emlékbe, mert valóban gyönyörű kiállítás, és természetesen a katalógus is gyönyörű lesz. Az ezután következő programok gyakorlatilag a hátralévő 3 napra áttevődnek a Múzeumparkba, és a Múzeumparkban fölállított színpadon kerülnek majd megrendezésre.
Így augusztus 17-én a Karcagi Szimfonikus Zenekar ingyenes szimfonikus koncertje tekinthető meg a Múzeum Parkba felállított színpadon, és egyébként az est hátralévő programjaira, illetve a többi három napra is jellemző az, hogy teljesen ingyenesek a rendezvények, tehát várunk mindenkit a Múzeum Parkba. Ez a Múzeum Park, ez úgy tűnik nekem most, hogy bevált nem csak erre a rendezvényre, ugye már a Birkafőző Fesztiválra is, hiszen az elmúlt nagykunsági kulturális napoknak a fő helyszíne az általában itt a gimnázium református templom közötti téren volt. Igen, szerencsére én azt gondolom, hogy egy olyan helyszínt sikerült így találni, és fölállítva a színpadot, a sátrat, most már egy kialakult nézőtér és koncepció alakult ki itt a Múzeum Parkba. Természetesen az árusok elhelyezésével együtt én azt gondolom, hogy egy megfelelő helyszínt sikerült így választani. Biztonságos, szép környezet, megnőttek a fák, hál' Istennek, árnyékos, nagyon szép a park. Köszönhető a Városgondnokságnak, ugye most már a gyep is nagyon szépen rendben van, úgyhogy én bízom benne, hogy hosszú távon is megoldódnak ezek a gondok. És akkor elvileg eső esetén is meg lehet tartani, ugye a sátornak köszönhetően a programokat. Így van, fedett nézőtér kerül majd kialakításra a színpad előtt, tehát gyakorlatilag bármilyen időjárási körülményre felkészültünk, de hát szerencsére nézve az előrejelzéseket azért jó idő. Szerencsés jó évünk idő van, úgy tűnik. Így van. Milyen programok várják az érdeklődőket a következő napon? Ugye utána vasárnap, hétfő, kedd az, amikor folytatódik a program. Minden napra jellemző egyébként, hogy a délutáni időszak az elsősorban, amikor a Múzeum Parkba várjuk az érdeklődőket. Délután 2-3 óra magasságában kezdődnek a programok, értve ez alatt azokat a vásári lehetőségeket, ételfőzés, kóstolásokat, amikor ki lehet látogatni a Múzeum Parkba. De ha megyünk egy kicsit részletesen, akkor ugye 18-a az a nap, amikor délelőtt a sportról szól a nap, ugye a kultúrának része a sport, és horgászversenyre, kerékpártúrára, kosárlabda, streetball bajnokságra várjuk az érdeklődőket, és természetesen a vasárnapi ünnepi istentiszteletre és a református templomba. Délután a fiataloké elsősorban a színpad, tiéd a színpad, Karcagi Amatőr zenekarok koncertje, várható, és eközben ugye a legfiatalabbakra is gondoltunk, ha már ifjúságról beszélünk, tehát gyermekeknek szóló, egészen kisgyermekeknek szóló gyermekkoncertre is várjuk majd a fiatalokat, érdeklődőket. Ezen a napon kerül megrendezésre egyébként az Arató Bál is, amely szerves része a kulturális napoknak, a nagykunsági kulturális napoknak. Ismét. Egy új helyszínen, így van, egy új helyszínen, nem a sportcsarnokban, hanem az SNKFT ebédlőjének az udvarán, tehát a Varró utcán, szabadtéren, udvaron várjuk az érdeklődőket műsoros estel, ahol Márkus Ica és Kolostyák Gyula nóta énekesek fognak vélhetően egy nagyon szép nóta csokrot nyújtani az arra érdeklődőknek, oda látogatóknak. A Múzeum Parkban is folytatódik azért az esti program, ugye a fiatalokról beszélünk, hiszen két koncert lesz az esti programban. Nika, a Megasztárban feltűnt Veres Mónika lesz az egyik föllépő, illetve a aznapi záró koncert pedig Péter Szabó Szilvia, aki a Nox együttes énekese volt, tehát az ő koncertjükkel záródik a vasárnapi program. A 19-e, az ugye a néphagyományok nevében fog lezajlani. Ehhez azonban kapcsolódik egy Szolnokon már nagy sikerrel megrendezett rendőrségi bemutató, egy úgynevezett áldozatvédelmi roadshow, amely a megyei rendőrkapitányság bemutatásában fog a Múzeum Park melletti Calvin úton lezajlani. Itt különböző bemutatókat láthatnak majd a rendőrség részéről, lesz égő roncsautóból mentés, mindenféle felvonulás, és azt gondolom, hogy minden ami a rendőrség munkájához kapcsolódik, és egy kicsit a rendőrséget a nagy közönséggel egy kicsit jobban össze tudja kapcsolni. A színpadon, illetve a színpad mellett fölállításra került jurtákban különböző programokkal várjuk az érdeklődőket, de népi játékok, népi játszótér várja az egészen kicsiket, és hát az egyik jurtában mesemondás is fog zajlani, tehát nagyon
felhívom a meserajongó gyerekek figyelmét arra, hogy ha beülnek a jurtába, akkor ott meséket hallhatnak majd a kunok évszázadaiból. Ezen a napon egyébként a Györfi István tagiskolában egy könyvbemutató is lesz, úgyhogy oda is várjuk az érdeklődőket. Természetesen a kunok konyhája is fellelhető lesz a múzeumparkban, a különböző kölesételek kenyérlángos sütéssel, vízenkullogóval és mindenféle receptbőrzével várjuk a kulináris élvezetekre is vágyókat. Kézműves foglalkozások várják a gyerekeket, ahol lepénysütés, szalmafonás, bábkészítés, veszőfonás és minden, ami a népi hagyományok körébe tartozik. És a szabadtéri színpadon is természetesen folytatódik az ehhez kapcsolódó műsorok, a Morotva zenekar műsorával, vásári játékkal, ugye a Pergő király hagyományőrző előadás látható majd a Múzeum Parkban, és egy kicsit nekem is lesni kell, hiszen annyira széles a program. Utána pedig népdalkörök fellépése, a Berekfürdői Nádirigó népdalkör, a Kuncsorgó Citara Együttes, illetve a Karcagi Nóta Klub, amely a múlt héten is nagy sikerű koncertet, előadást adott a Főtéri Rendezvú keretei belül. Én azt gondolom, hogy itt is szívesen fogjuk majd fogadni őket. És hát az esti előadás pedig egy nagyon szép összeállítás lesz a Szarvasi Teátrum művészeinek az előadásában, ahol Szent István napi musical és rockopera gála kerül megtartásra. Ugye itt az István a király, a kabaré, a Herr, a Rómeó és Júlia és nagyon szép további rockoperákból és musicalekből lehet majd részleteket hallani, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy gyönyörű este lesz. Az augusztus 20 az természetesen a hagyományok jegyében fog zajlani. Ugye a reggeli zenés ébresztő és országzászló felvonás után a katolikus templomban a Szent István napi szentmise és körmenet várja az érdeklődőket, az önkormányzati ülés a Városháza dísztermében, majd pedig délután a szokásos arató felvonulás, amely gyakorlatilag a város több pontját is érinti, és természetesen megáll a menet különböző előadásokra. Az arató felvonulás szakítva a hagyományokkal szintén a Múzeum Parkban fog véget érni, a felállított nagyszínpadnál, ahol folklór műsor várja majd az érdeklődőket. Itt kerül megrendezésre majd az új kenyér szentelés, az új kenyér megáldása, és természetesen az esti koncertre is várjuk majd az érdeklődőket, ahol a Unique együttes élő nagy koncertjét lehet majd látni. És hogy teljes legyen az augusztus 20-ai kínálat, az Angyalos kútnál, a Kossuth téren 10 óra után nem sokkal tűzijátékkal fogjuk zárni a 4 nap programját. Ismét tűzijáték. Igen. Hogy állnak most a szervezéssel? Ugye még egy jó hét van hátra a programig. Elkészült a meghívó, pontot tettek-e már a dolog végére? Kezdődhetne akár a rendezvény? Hát nyilván azért nagy vonalaiban el lehetne kezdeni a rendezvényt. Én azt gondolom, hogy a kollégák is lázasan dolgoznak még az előkészületeken. Természetesen a fővonalak már összeálltak, az apróbb egyeztetések zajlanak. Várjuk még a jelentkezéseket az árusok részéről, de várjuk azokat az érdeklődőket is, akik akár kisebb baráti társasággal, vagy céges megkereséseket, akik egy-egy ilyen főzésre összejönnének szívesen a Múzeum Parkba, hiszen van még hely. Én azt gondolom, hogy a karcagi birka pörkölt hungarikummal, válásával az ide látogatók is fogják keresni, úgyhogy a birkafőzők egyesülete is készül. Én úgy tudom, hogy több lábosba is főni fog majd a birka pörkölt, tehát vásárlási lehetőség is lesz. A Birkafőző Fesztivál előtt járt nálunk egy interjún, és ugye akkor elárulta nekünk, hogy egy-egy ilyen rendezvényen több száz fős apparátus dolgozik. Hasonló-e a készültség, a rendezői, szervezői készültség ezen a 4 napos rendezvényen? Természetesen igen, hiszen egy zavartalan megrendezéshez mindig fontos az, hogy elég rendezői létszám legyen. Nyilván nem kell akkora rendezői gárda, mint a Birkafőző Fesztiválhoz, ahol számításaink szerint kb. 13 ezer vendéget fogadtunk Karcagon, tehát ha minden igaz, akkor ez is csúcs volt ebben az évben.
Én azt gondolom, hogy itt nyilván kevesebb résztvevőre kell majd számítanunk, de ez nem jelenti azt, hogy a kevesebb számmal kevesebb a munkánk is, hiszen mindenkinek fontos az, hogy jól érezze magát, és nekünk is az a fontos, hogy mindenki jól érezze magát. Az Aratóbállal kapcsolatban ugye az elmúlt évek során nem került megrendezésre ez a rendezvény, most elárulta nekünk, hogy egy új helyszínen fogják ezt megtartani. Van-e már arról valamilyen információ, hogy aki esetleg szeretne ott részt venni, most ugye jegyárat nem mondhatunk ki a televízióban, elővételben lesz-e mód arra, hogy megvegyék a jegyet, vagy a helyszínen lehet majd ezt megvásárolni? Természetesen van rá lehetőség. A Dériné Kulturális Központban a jövő héten már megvásárolhatóak elővételben a jegyek. Tehát aki az Arató bárra, az Essen udvarára, szabadtéri Arató bárra szeretne bejutni és jegyet vásárolni, azt jövő héten már várjuk a Dériné Kulturális Központban, de természetesen a helyszínen is lesz lehetőség arra, hogy jegyet vásároljon. Kik a rendezvény fővédnökei, erről mit tudhatunk? Szerencsére, ahogy mondtam is, több pályázatot sikerült nyerni, úgyhogy mindenképpen el kell mondani azt, hogy a rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával kerül megrendezésre, és valóban a rendezvénynek ennek megfelelően több fővédnöke is van. El kell mondanom, hogy dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Kovács Sándor úr, a Jászlóson-Szolnok megyei közgyűlés elnöke, Kovács Pál úr, az energiaügyekért felelős államtitkár, illetve Dobos László úr, Karcagváros polgármestere. Kíváncsiak vagyunk erre a rendezvényre, szerintem mindenki meg fogja találni a magának való, a magának tetsző programot. A Birkafőző Fesztivál előtt járt nálunk, azóta nem. Hogyan értékeli a Birkafőző Fesztivált? Elégedett-e? Ha egy szóban kell összefoglalni, akkor azt gondolom, hogy egy igen. Egy picit bővebben. Igen, természetesen voltak olyan hibák, amelyeket mi belül, mint szervezők, azt gondolom, hogy láttunk, és természetesen ezzel foglalkoznunk kell a következő években is. De azt kell mondanom, hogy a visszhangja városban, illetve az ide látogató vidékiek körében is nagyon jó. Tehát azt kell mondanom, most már komolyra fordítva, hogy igen, nagyon jól sikerült a Birkafőző Fesztivál. Köszönöm, hogy itt volt, és sikeres nagykunsági kulturális napokat kívánok. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, már a megköszönöm figyelmüket.